Jó reggelt Letenyéről! Mielőtt nekivágnék a nagyvilágnak, gyors össze kell pakolni, ami ennyi év után megy, mint a karikacsapás. A vízhatlan táskának köszönhetően hátra azokat a dolgokat rakom, aminek árt a víz, előre meg aminek nem. Majd fel a sátor, meg a matrac, és már csak egy így néztem ki a túra legelején fotót kell elkészíteni. 7 óra alig múlt, és már is elhagyom Letenyét. A határ már csak egy köpés, de ha mai célra gondolok, arra nem elegek a nyálmirigyeim, hisz 130 km-t kéne letekerni, ami már bőven Szlovénia. De ne ugorjunk annyira előre, először a horvát határon keljünk át, amit a menekült válság előtt meglehetősen megszokott gyorsággal abszolválom. Nem is gurulok sokat a délszláv szomszédjaink földjén, már is örömömbe a levegőbe csapok. Pár éve a legelső túrámon is erre tekertem, és akkor elég hamar az autópályán kötöttem ki. Hosszas keresgélés után találtam meg a Csakovec felé tartó kis mellékutat. A rutin, az évek, na meg a kitáblázottság miatt most elsőre megtalálom az amúgy elég rossz utat, ha ezt lehet egyáltalán annak nevezni. Kis zögykölődés után értem be Csakovecbe, ahonnan már nem lesz ismerős az út. Csakovec régi magyar neve Csáktornya, és ha már a magyar neveknél tartunk, megemlítenék egy problémát. A probléma a következő, hogy nekem magyarul vannak írva horvát települések, hülye Google szerint, és meg végig horvátul, amit természetes. Fogalmam nincs, merre kell, mennyire. Így a helyi segítségre, az iránytűmre, na meg a megértésemre hallgathatok. Ami bizonyára jó is lenne, csak én ostoba a helyi tábláknak hittem. Amíg bizony okoznak némi galibát, hallgassuk mit. Szóval megnéztem az iránytűmet és északnak megyek, nyugat helyett. Csakovec után ki volt téve a határjelző tábla, én meg kis futus követtem. Csak arra nem számítottam, hogy a jóval távolabbi lesz kitáblázva, nem pedig a közelebbi, ami nyugatra van, így most fordulhatok vissza. Ezzel kerültem legalább 20 kilométert, ami rányomja a bélyegét nem csak a mai napra, de a következő 2-3-ra is. A nagy veszteség mellett legalább az boldogított, hogy a horvátodak minősége magasan veri az összes európai országét. Az, hogy sima, még hagyján, de kellően széles, és így biztonságosan lehet biciklizni. A körülbelül 20 km kerülő ellenére még délelőtt pár perccel átléptem a szlovén határt is. Így született meg a mai nap címe, Déli két határ, királyság! Innentől legalább tudok vásárolni, hisz horvát kunát szándékosan nem hoztam magammal. Jönnek a nagyobb dombok és mellé párosul a meleg, ezért minden lehetséges árnyékos helyen pihenek. Azért ne úgy képzeljék el ezeket a túrákat, hogy tingli-tangli zenehallgatás közben lájtosan tekerek, miközben szebbnél szebb dolgokat látok, és jó nagyokat héderelek, mint ahogy a kép is mutatja. Nagyjából, amit most leírtam, pont az ellenkezője a valóság, épp ezért sok helyben is szokott is köszönni. Bravo! Ami nagyon jól esik, és jócskán javítja a hangulatomat, na meg a közérzetemet. Ilyen jó hangulatban értem el Ptújt, egy csodás kisvárost. Az óváros részében kis kitérőt tettem, na nem csak azért, mert kíváncsi voltam, hanem mert pokolian éhes is. Találtam egy pékséget, ahol 2,5 euróért vettem 2 száraz és íztelen pékárút és hozzá fél liter kólát, ami kicsit segített a péksütemények megrágásában. Tújtól érzékeny búcsút vettem a város egyik hídjáról. Innen jól látszik a templom, meg a vár is, viszont az nem, hogy a hőmérséklet bőven átlépte a 39 Celsius fokot. A városból kitalálni sem volt egyszerű, csak mert mindenütt biciklivel behajtani tilos tábla fogadott, végül nehezen, de megtaláltam ezt a hangulatos utat, amit két oldalról erdő szegélyez, csak sajnos a fák árnyéka ritkán ér át az én oldalamra, így a kellemetlen hőmérsékletet nem csillapítják. Néha megállok a bal oldalon, hogy összeszedjem magam testileg, lelkileg, főleg, hogy áttekertem a 110. kilométert a mai nap. Miután elhagytam az erdőt, szinte már alig volt árnyék, és a távolban kezdtek feltűnni a magasabb hegyek. A vizen fogy, és ráadásul a következő szakasz autóút, de mivel nem volt kiírva, merre tudok kerülni, ezért megyek ezen. Van szervízút oldalt, de az kavicsos, köves, és szinte lehetetlen rajta normális tempóban tekerni. Szerencsére az autóforgalom nem jelentős, a szallagkorlát melletti sáv elég széles, és a legjobb, hogy nem találkoztam rendőrrel. Így tekertem újabb 10 kilométert, amikor beértem Szlovánská Bisztricába. A település nem jelentős, de a városból kivezető úton találtam egy kifőzdét, ahol isteni óriás hamburgert vettem 4,5 euróért, és ehhez még kóla is járt. A hatalmas méretekkel megáldott ebédemet már bőven délutánra időzítettem, de igazán jól esett. A háttérben andalító szlovén zene szolgáltatta a hangulatjavítást. A hatalmas energiabombára szükségem is volt, hisz Szlovánska Bisztrica után már hegyi szakaszok jöttek, olykor 18%-os emelkedőkkel, meg lejtőkkel.
utóbbi kevésbé zavar, de a 18%-os emelkedőn még feltolni szinte lehetetlen a megpakolt biciklimet, aminek a súlya közel 60 kg. Miután érzéseimet a kamerához nem illő módon fejeztem ki, a biciklim tetemes sebességvesztésen esett át és mehettem fel. A hegytetőn szerencsére volt egy buszmegálló, ahol pár percre megállhattam és kifújhattam magam. A következő dombtetőn pont egy kerti parti volt. Szinte még meg sem álltam, már is a kezembe nyomtak egy sört. Sőt, kérés nélkül felajánlották, hogy aludjak ott, de ezt fájó szívvel vissza kellett utasítani, mert még ma legalább 5-10 kilométert le kell, hogy tekerjek. Lefelé ismét jött a felhőtlen száguldozás, amit nagyon élvezek. Amíg el nem érem a 60 km/h, addig szinte nem is szoktam fékezni. De a lejtő ismét elfogyott, és újra taposhattam felfelé meglehetősen igen keményen a pedált. Ráadásul a késői óra miatt már a szálláskeresés is problémát okozott. Az otthoni részletes tervezésnek köszönhetően tisztában vagyok, hogy a környéken nincs kemping. Tehát vagy az erdőben alszok, vagy valakihez bekireckedek. Mivel az előbb visszautasítottam egyet, most kezdem magam szidni. De reménykedek, hát ha összejön valami a következő településen. Hallgassuk, mi történt. Bementem az előző házba, azt megkérdeztem, van-e hotel. De hülye vagyok, mert tudtam, hogy van hotel, úgyhogy most visszaküldtek ide, de azt mondja, nem drága, 15 euró reggelivel. Úgyhogy megpróbálom, megnézem milyen. A hotel fullos, ezért újra bepróbálkozok ennél a családnál. Most nézzük meg, milyen az igazi szlovén vendégszeretet. Az úr elmagyarázza, hogy hol van a következő hotel. Annyit elárulok, amit ő emleget, még 8 kilométer lenne. Mondom neki, hogy hullafáradt vagyok, és megmutatom neki a kilométerszámlálót, ami akkor már 145 kilométert mutat. 145. Megkérdezem, hogy aludhatok-e a kertben, ő szó nélkül felajánlja a szomszéd kertjét. Valójában a szomszéd egy autószerelő műhely, ahol este nincs senki, főleg nem vasárnap. Csak annyit kér, hogy hétig hagyjam el a telepet. Majd amikor mindent megbeszélünk, elindulunk a szomszédba, de ahhoz, hogy oda menjek, meg kell fordulni. Ahogy tolom be a biciklit az udvarba, hogy megforduljak, rájön, hogy náluk is van hely, és hátra kísér. Miközben közeledünk az esti táborhelyemhez, meghív a pont most esedékes születésnapi buliba, és még a fürdőszobát is felajánlja. Az egészben a legviccesebb, hogy később megtudom, nem is ő itt a házigazda, hanem a barátja, aki természetesen nem zavar a jelenlétem. Miután kifújom magam a 145 km letekedése után, elkezdek pakolni. A sátorépítés után gyors letakarítom magamról az útporát, amit ilyenkor nedves tisztasági törlőkendővel szoktam megoldani. És amin jól látszik, hogy mennyikor szedek össze egy ilyen hosszú és fárasztó napon. Majd kutba vágom magam és lecsekkolom a szlovén konyhát. A bulit rögtön egy sörrel indítjuk a már megismert barátaimmal. Balra a házigazda, mellette pedig aki meghívott mindezekre. Az asztal roskadásig étellel, főként a délszláv országokban igen népszerű csevapcsicsával vagy csevapcsicsivel. A háttérzenét először a házigazda kisfia szolgáltatja, majd az egyik barátjuk, aki az én szememben teljesen profin szórakoztatja a jó népet. Nézni is jó volt, hogy a keze gyorsan és hibátlanul járt a szinte megszámlálhatatlan sok billentyűn. A szlovén vendég szeretett mindenről gondoskodott. Szállásról, isteni és bőséges ételről, tradicionális zenéről, na meg isteni szlovén sörről. Így a mai nap költsége mindösszesen 7 euró. De most fekszem, mert holnap is 140 km-t kell tekerni.